Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Köszöntöm Önöket ma esti műsorunkban, ahol Fülöp Dániel szegedi utcai bűvészt fogjuk meginterjúvolni, akit előző héten kameránkkal végigkövettünk. Dániel úr, elmondaná nekünk, hogy mi motiválja Önt, hogy profi utcai bűvész legyen Szeged utcáin? Igen. Szeretem át az embereket. Ez nagyon szép motiváció, köszönjük a rövid és tömör választ. Most azonban arra lennénk kíváncsi, hogy melyik a leghírhedtebb trükkje? Köznyelvben csak úgy terjedt el, hogy a macskás. Szia kisre! Csókolom! Hogy hívnak? Dávid! Figyelj, Dávid! Hát ez egy rendes papi francia kártya. Az lenne a kérésem, hogy húzz egy lapot, jó? Jó. Bármelyiket, húzz ki, amelyiket szeretnéd. Jegyezd meg, rakd van a melyik zsebedbe, szólj, ha kész vagy. Kész vagyok. Figyelj, Dávid! Mi a kedvenc állatod? Macska. Macska? Megnéznéd még egyszer a zsebedet, légy szíves? Várj! Megnéznéd, légy szíves még a táskádat is? Elhúznál a cipzárt. Nyisd ki a táskát. Dániel, elmondaná a kedves nézőközönségnek, hogy karrierében történt-e olyan eset, hogy megpróbált egy trükköt, és nem olyan lett a végkimenetel, amire gondolt? Történt bizony. Csak úgy emlegetem, hogy a csöves. Most ezt az úriembert. Uram! Uram! Akar látni egy kis varázslatot? Hagyjon békén! Kérem, csak annyit kell csinálnia, hogy húz egy kártyát. Hagyjon békén! Bármelyiket húzhatja. Jegyezze meg! Jegyezze meg! Hagyjon békén! Ha megjegyezte, szúrja vissza a pakliba. Akárhova. Figyeljen, mi van. Hagyjon békén! Az Ön kártyája. Egészen véletlenül ez volt? Hagyjon békén! Nem ez volt. Mert az Ön kártyája... Hagyjon békén! Uram! 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 Nagyon köszönöm, hogy eljött műsorunkba és válaszolt kérdéseinkre. Egy élmény volt. Nekem is. Rakja vissza akárhova a papírra. Jó, jó!